Tavin Szaszti Hajbach Tálé. Üdvözlöm a kedves nézőket. Daróczi Ágnes vagyok. Diplomám szerint magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és kulturális menedzser. Hogy én ma mégis arra gondoltam, hogy a romák történelméről és az identitásunkról beszélek, annak talán indoka lehet, hogy immáron közel 5 évtizede kutatjuk a romák kultúráját, szokásait, hagyományait, és persze történelmét Bársony Jánossal, aki jogász, és közel 5 évtizede a férjem. Mi a történelem? Vajon megbízható és elégséges forrást kapunk-e, ha csak az írott dokumentumokat keresünk a romák történelmére vonatkozóan? El kell mondanom, hogy szerintem nem. Nem elég, ha csak az uralkodók udvarban megfordult romákról szóló feljegyzéseit látjuk, bár látunk közöttük nagyon koraiakat is. Tudjuk, hogy Ragúzában, Korfun és Zágrában is megjelentek roma csoportok. Mint ahogy azt is tudjuk, hogy Mátyás király fekete seregének fegyverrel való ellátásához Bolgár Tamás cigány vajdát és 25 sátoralja népét elküldte a pécsi püspök segítségére. Azt is tudjuk, hogy Mátyás feleségét, Beatricét a Csepel-szigeten cigány muzsikusok szórakoztatták. Mégis kevés lesz, ha csak ilyen forrásokra támaszkodunk. Szükségünk lesz nagy utazók leírásaira és naplókra is. Hadd ajánljak kettőt rögtön az önök figyelmébe. Závodszky György naplója sokat mond arról, hogy Budán a török idők előtt már cigányváros volt a Duna partján. És erről szól Jakob Tollius németalföldi utazó leírása is. Epistola Itinerare című munkájában 1687-ben igen sok cigányt említ. De ha másik részről nézzük, akkor azt találjuk, hogy Nyugat-Európában nagyon korán elkezdődött a romák üldözése. Hogy lehet akkor mégis, hogy itt vagyunk, hogy élünk? Talán, ha csak ezeket az üldöző rendeleteket vesszük alapul, keveset tudunk meg a valóságos történelemről. Szükségünk lesz hozzá ismerni másokat is. Például a kokáért a romák törzsneveit, hagyományait, szokásait, hagyományos foglalkozásait, és persze ismernünk kell hozzá a korabeli közeget is. Csak hogy értsük. Itt van például a Gurvára csoport. Gurúv, Gurváro, ökröt jelent. A Gurvára nem mások voltak, mint hajcsárok, marha hajcsárok. És ha belegondolunk, hogy például Magyarország területén a világhírű magyar szarvasmarha felhajtása Bécsig milyen nagy fontossággal bírt az egész ország szempontjából, rögtön látjuk, hogy a korabeli társadalomban a romák betagozódtak és rendkívül fontos szerepet játszottak. De menjünk egy kicsit visszább. Ugye az első ágyú ábrázolás hajóágyúkról szólt, és furcsa módon valahogy az két időpont itt Európában egybeesik a romák bejövetelével. És miért is ne lehetne, hogy a romáknak köze van az ágyú európai elterjesztéséhez? Ha csak azt vesszük alapul, hogy a romák Indiából jöttek, egy 7000 éves kultúrából, valahol a kínai és az indiai határ mesdjéjéről, igen hihetően hangzik,
hogy értettek a tűzfegyverek kezeléséhez. Déri Gyula írja 1908-ban született művében a cigányokról, hogy Lengyelországban a cigány tűzért jelentett. Vagyis a két szó és fogalom összeolvadása is egyik bizonyítéka annak, hogy milyen fontos szerepe volt a romáknak itt Kelet-Közép-Európában. És gondoljunk a 48-as szabadságharcra. Fegyverművesek, kovácsok, jut eszembe. A kovács név Bulgáriában például mai napig jellegzetes roma név, vezetéknév. De tudjuk, hogy egészen a nagyipari fejlődés beindulásáig, sőt még azon is túl, például a hajógyárakban milyen nagy fontossága volt, és munkásai között milyen számosan voltak ott a roma kovácsok. Szóval fegyverművesek, kovácsok, hajókészítők az iszkábával, ami sajátos roma találmány is lehetne, mint ahogy a súlyom is, amely a lovák lesantítására szolgált, de a bőrművesek, sebborbélyok, mind-mind nagyon fontos szerepet játszottak, például a magyar szabadságharcban 1848-ban. Hogy van az, kérdezhetném, hogy a magyar uralkodók Zsigmond német római császár óta menlevelet adtak roma csoportoknak? Hadd mondjak el erre egy nagyon érdekes példát. Civil szervezeteink, többek között a Romano Instituto nyomására, egy kísérleti tankönyvbe bekerült, hogy már Zsigmond császár menlevelet adott a romáknak. Mindez a lap szélén jelent meg, és a lap közepét egy bekeretezett tagadás töltötte ki. Hogy ez hamisítás volt? És micsoda dolog az, hogy 2-3 éven belül Európa szerte megjelentek. De hiszen az akkori pátensek mint csak másolatban maradtak fönn, miért lenne ez más, mint a többi? Arról nem is beszélve, hogy ez a tagadó tudós miért nem elemzi, és miért nem magyarázza meg nekünk, hogy akkor miért adott a többi uralkodó is kiváltságlevelet a romáknak? Mátyástól Izabellán keresztül egészen a Rákóczi szabadságharcig. Én azt hiszem, tudom az okát. No, nem annak, hogy miért tagadott ez a bizonyos felsőbbrendűséggel hozzánk közelítő úgynevezett tudós. De tudom az okát, hogy miért adtak kiváltságot a romáknak az uralkodók. Mert fontos ipari szolgáltató tevékenységeket folytattak, és kitűnően tudták használni őket. Nézzük csak ezeket a kiváltságokat. Gondoljuk el, hogy egy jobbágyság és röghöz kötöttség idején a romáknak, és megjegyzem a zsidóknak is, personális, vagyis kisközösségre és személyekre vonatkozó kiváltságaik voltak, amelyek hasonlatosak voltak a szabad királyi városok kiváltságaihoz. Csak éppen nem területre vonatkoztak. A kiváltsággal rendelkező romák a jobbágyság idején szabadon vándorolhattak, színes ruhákat és fegyvert hordhattak, és ami a legfontosabb, csak a királynak adóztak. És ez olyannyira fontos és szerves része volt a társadalomnak, hogy fővajdákat neveztek ki a cigányok adójának beszedésére, és a
környezettel való békesség megtartására, miközben a belső konfliktusokra érvényesen a romáknak maguknak kellett krisszel, vagyis törvénykezéssel és szokásokkal rendelkezni. Ennek a nyomait mai napig látjuk a románi krisz vonatkozásában, az autochton hagyományaikat még őrző közösségekben. De tévedés lenne azt hinni, jegyzem meg zárójelben, hogy ezek a belső törvénykezések életelvesztésre, vagy valami hasonló szörnyűségre vonatkoznak. Mert hogy a románi krisz legfőbb célja a békeszerzés. Igazságot tenni úgy, hogy a közösség minden tagja elfogadja azt. Nem is csodálkozhatunk hát, hogyha az úgynevezett cigányvajdák, vagyis a közösség érdekében ítélkezést vállaló idősek, bölcsek, nagy-nagy tekintéllyel rendelkeztek a közösségen belül, és ennek hagyománya töredékekben, de még mai napig él. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a környező társadalom ezt nem használta ki az utóbbi időben a maga javára. Sajnos a környező társadalom az elnyomás egyében a cigányvajdákat a legutóbbi időkig besugásra használta. De menjünk vissza a történelmi időkben. Nemesasszony férje, Egrérius, vagy maga is nemes ember lehetett csupán fővajda. Ez egyszerűen azt jelentette, hogy a feudális társadalomban nemesi rang volt a cigányok a fővajdájának lenni, és 5 ilyen terület volt, ahol a király fővajdákat, cigány fővajdákat nevezett ki, vagyis adományozott ilyen nemesi rangot. És hogy miért volt ez olyan fontos? Mert nem csak azt jelentette, hogy a cigányok adóztak, de azt is, hogy egyenesen a királynak adóztak. És a király kötelezettségének tartotta, hogy megvédje a romákat a környező földesuraktól, nehogy jobbágy sorba taszítsák a romákat. És akkor kérdezhetnénk, ha ilyen kiváltságosok voltak már a középkorban is, a jobbágyság idején, szabadon vándorolhattak, saját törvénykezésük volt, csak a királynak adóztak. Hogyan süllyedtek idáig, ami a mai helyzetet jelenti? Leginkább Magyarországra tudom mondani a példát. És az nagyon értelemszerű. Mert a könnyen mozgósítható romák ipari és szolgáltató tevékenységeikkel mindig a magyar szabadságharc és rebellió háttere voltak. Ha megnézzük az egyetlen győztes szabadságharcunkat, a Bocskai félét, Lippai Balázs hajdú főkapitány vezette az Álmosdi csatát. Lippai Balázs, aki cigánykovács fia volt. Hogy aztán, amikor a fejedelem, éppen fejedelemmé választása érdekében kiegyezett a nemességgel, felségárulásba fogják és meggyilkolják. De ott voltak a szabadságharcban, a Rákóczi félében is, és itt ott voltak 1848-49-ben is. Kérdezhetik, hogy akkor mégis hogy van az, hogy ezekből a kiváltságokból nem csak, hogy nem maradt már a semmi, de a társadalom legalján találhatók nagy tömegben a romák. Nos, a történelmi okai ennek is megvannak.
Mária Terézia és aztán második József, az úgynevezett felvilágosult abszolútista uralkodók nem csak a magyar végvárakat romboltatták le, a rebellió hátterét szüntették meg, de például elégettették a romák hangszereit is. Ez ugyanaz az időszak, amikor az úgynevezett letelepítése a cigányoknak megkezdődött, Mária Terézia rendeletei alapján, az tulajdonképpen a magyar rebellió hátterének felszámolása is volt. Mert mit mondott? Elvette a lovaikat, elvette a gyerekeit, és parasztcsaládokhoz adatta, hogy ott neveljék őket. Ezrével haltak meg a gyerekek. Megtiltotta, hogy cigányul beszéljenek egymással. Aki mégis megszólalt, az 25 botütéssel számolt. Eltiltotta a ruháikat, nem házasodhattak egymással. És letelepítette őket erőszakkal, de jobbágytelek már nem volt. Vagyis a társadalom legaljára száműzték az addig kiváltságos romákat. Ennek szenvedői vagyunk máig. Pedig, ha körülnéznek egy paraszt gazdaságban, hány meg hány olyan pontot találnak, ahol a romák tudásukkal, szakmáikkal, szolgáltatásaikkal nagyon fontos szerepet töltöttek be? Gondoljanak csak az összes fémszerszámra, kaszákra, kapákra, ekékre, a kések megélezésére. A valahai fegyverkovácsok a tudást nem veszítették el egyik napról a másikra, hiszen addig is az volt a szokás, hogy apáról fiúra szállt ez a tudás. Kötélverők és bőrművesek. Minden ponton. De ők voltak azok például, akik sárból építőanyagot tudtak készíteni, vályogot és téglát. Van-e olyan ház egy tradicionális faluban, amelyik valaha ne ilyen téglából, ne ilyen vályogból épült volna? És a famunkák. Vagyis a magyar társadalomnak szerves részei voltak a társadalom legaljára űzve is a romák. És akkor még nem beszéltünk a muzsikusokról. A muzsikusokról, akik a nemzeti öntudat őrzői, élesztői, hosszú évszázadok óta a verbunkos és a katonatoborzó milyen szorosan kötődött a romákhoz. Bihari és Lavotta, Ipolysági Balog János és Sárközi Ferenc, aki Kossuth hadnagya volt. Mára elfelejtettük őket? Miért? Talán a nemzeti öntudatot is sútba dobtuk? Mert ha nem, akkor ahhoz hozzátartoznak a cigányzenészek is. És kérdezhetik nyugodtan, hogy akkor mégis hogyan veszítették el tudásukat. Hiszen például éppen Déri Gyulának ebben az 1908-ban cigányokról írott művéről tudjuk,
hogy az egykori Címisváros Debrecen lakóinak mintegy 30%-a roma volt. Igen, igen. Ez azt jelenti, hogy a hajduk között, akik aztán letelepedést kaptak, szabad városokat, hajdúvárosokat, nagyon jelentősen ott voltak a romák. És hogy a falusi kovácsházak többségét is romák bérelték. Azt szoktam mondani, hogy ezek a kovácsok talán már nem is az én őseim, hanem a tieitek. Mert hogy amikor munka volt, lehetőség, akkor az megteremtette a maga természetes asszimilációs folyamatait. És hogy ma kevés az ilyen lehetőség? Annak talán éppen az az oka, hogy nem teremtettük meg a demokráciának azt a pillérét, amely az identitásválasztás szabadságát adja mindenkinek. Mert hogy azt mindenkinek magának kell eldöntenie. A romák túlnyomó többsége mára úgy gondolkozik itt Magyarországon, hogy mi kettős identitással, ha ugyan nem hármassal rendelkezünk. Miközben büszkén vállaljuk, hogy magyarok vagyunk, aközben tartozunk egy kisebb közösséghez is, a romákhoz. Közel sem egységes a romák csoportja, sem anyanyelv, sem foglalkozás, sem hagyományok szempontjából. De ugyanakkor ezt a szabadságot, hogy vallja magát valaki elsősorban romának, vagy elsősorban magyarnak, vagy mindkettőnek egyszerre, ezt az egyénre kell bízzuk. És ehhez bizony egy előítéletmentes közhangulatot, demokráciát kell teremtenünk. És szabadságot. De menjünk vissza a történelemhez. Mert a történelem nem csak az írott dokumentumok sokasága. A történelemhez nem csak a többség történetét kell ismernünk, de a maga folyamatosságában ismernünk kell a kisebbség történelmét is. És akkor még mindig nem beszéltünk a narratíva kialakításáról és a közmegegyezések, a kánon kialakításáról. Vajon tudunk-e békességgel, büszkeséggel nézni úgy a történelmünkre, hogy annak értelmezését előítélettel telt mások alakítják? Azt hiszem, nem. Csak hogy értsék. A magyarok a Kárpát-medencébe beérkeztük után végig rabolták Európát. Franciaországban talán máig él a mondás, a magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket. Mit tanítanak a magyar tankönyvek ehhez képest? Kalandoztunk. Ami az egyik nép számára szabad rablás, az az elkövető magyarázataként kalandozás. És amikor nekünk azt mondják, hogy nem dolgozunk, nem szeretünk dolgozni, vajon hogy felejtik el, hogy Magyarországon nincs olyan darab föld, amely ne hordozná roma munkások verejtékét is. És az utak és hidak, házak nem emlegetik föl
a mi munkánkat is? Jogunk van-e másfajta magyarázatra? Van-e lehetőségünk kialakítani ezt a közös történelmet? Azt hiszem, a békességnek egy különös foka lenne, ha végre alkalmunk és lehetőségünk lenne ezt a bizonyos narratívát a mi szempontunkból is megfogalmazni, kialakítani a közmegegyezéseket, és elérni, hogy a kánon része legyen. Csengei Dénes, a költő, mondta egyszer, a romáknak nincsen történelme, csak története. Akkor én ezen nagyon felháborodtam, de minél tovább kutattam, annál inkább úgy érzem, hogy igaza van. Mert a történeteknek narratívája is van, és a narratíva el kell vezessen bennünket a közmegegyezések kialakításához és a kánon beépítéséhez. Az iskolai oktatásba, a közbeszédbe, a médiába és a tudásunkba. Mindenkinek.